Úgy tűnik, hogy az emberek szeretnek nagy ügyet csinálni bármiből, amit Ramos művel a pályán. Általában ez nem történik meg csak azért, mert trófeákat nyersz és sikeres vagy. De a spanyol védő valamiért más kategóriába tartozik. Sergio Ramos is tud róla, hogy rengetegen utálják őt a világon. Kifújolják majdnem minden stadionban, sértegetik a közösségi médiában. 2018 nyarán több mint 500 ezer ember írt alá gyűlöletből egy petíciót csak azért, hogy Ramos meg legyen büntetve a szálának okozott sérülése miatt. Szerintünk ez egy kicsit túlzás, hiszen több ehhez hasonló esete is volt Ramosnak, mégsem indítottak mindegyik után petíciót a drukkerek. Ám a felháborodás minden ilyen esetben teljesen jogos volt. 2018 nyarán viszont Sergio Ramos durva kritikák és sértések keresztüzébe került. Azzal vádolták, hogy szándékosan okozott sérülést az egyiptomi szélsőnek a BL döntőben. Mindez csupán azért, hogy újabb BL trófea kerüljön a klub vitrinjébe, valamint hogy Salah kihagyni kényszerüljön a világbajnokságot. A Real Madrid kapitánya kapott a legtöbbször piros lapot a La Liga története során. Egyébként a legelsőt már a második madridi meccsén sikerült begyűjtenie. A spanyol bajnokságban kapott 20 piros lapja jól mutatja a könyörtelen mentalitását. Bármit megtesz a győzelemért, szó szerint. Ez a hozzáállás felbecsülhetetlen a csapata számára. Sergio Ramost ez juttatta többek közt a csúcsra. És itt nem feltétlenül a szándékos durva szabálytalanságokra gondolunk. Ezt is mutatja a 4 bajnokok ligája győzelem, a 4 La Liga elsőség, egy VB és 2 EB aranyérem. A 2014-es bajnokok ligája döntő utolsó pillanataiban fejelt gólja romba döntötte az Atletico Madrid szurkolók álmát. A 2018-as BL döntője viszont másról maradt emlékezetes. Fejbe könyökölte Káriuszt, ezzel agyrázkódást okozva a német hálóőrnek. Pillanatokkal később a kapus 2 óriási hibát vétett, aztán jött Salah sérülése. Így megpecsételődött a Liverpool sorsa, a Real Madridé lett a végső győzelem. Viszont az az ollózós BL gól azért nem volt semmi. Ezzel lett 9-szeres bajnokok ligája győztes, a Real Madrid. Amit nem csak Bale elképesztő teljesítményének köszönhettek, hanem a kapitányuknak, Sergio Ramosnak. Érdekességképpen ehhez megemlítünk plusz egy sztorit. Nem tudjuk, hogy emlékeztek-e a Real Madrid-Atletico Madrid 2020-as spanyol szuperkupa döntőre. Itt történt meg az az eset, amikor Valverde utolsó emberként buktatta Moratát, ezzel megakadályozva őt a gólszerzésben. Futottam Morata után, ahogy csak bírtam. Egy ponton hallottam, ahogy valaki a távolból azt kiáltotta, hogy végezd ki! Na ő volt Sergio Ramos. Valverde ki is végezte, piros lappal elhagyta a pályát. A Real Madrid pedig a 11-es párbajban győzedelmeskedett a városi rivális felett. Sergio Ramos módszerei talán nem mindig tiszteletre méltóak, viszont ezzel is segítette csapatát a bajnoki címekhez. Én vagyok a kapitány, a legelső ember a pályán. Büszke vagyok arra, hogy a csapatkapitánya lehetek, és az a dolgom, hogy mutassam az utat a társaknak, elsőként és a legjobb módon. Ő a csapat vezére, a Real Madrid kapitánya. Talán sokan nem szívelik a durva belépői miatt, viszont azt senki sem vitathatja, hogy ő volt a 2010-es évek legjobb középhátvédje. Szerintetek hány év van még hátra a karrierjéből? A Real Madridban fejezi majd be a pályafutását? És az utolsó kérdésünk az volna, hogy ti hogyan vélekedtek Sergio Ramosról? Írjátok le kommentben! Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomj rá egy lájkot, iratkozz fel, ha eddig még nem tetted. Hajrá magyarok, hajrá félidő!